Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig a Manas Park folytatása. Lássuk, hogy állunk, és mint állunk. Sehogy. Próbáljuk ki a másikat, 4 HP-val az igencsak erős lehet. Mégiscsak ott van, de nem a másiknak, hanem ennek a... Ó! Hogy ennyire egyediek. Ennek van beégetve a sumó, mert ezzel győztük le azt a monstrát. Hát kemény. Ezek szerint. Az összes ilyet azt minden egyes. Figurával meg kell ejteni külön-külön. Oké. Valami, semmi. Paját kaptunk, az még sose árt. Ennyi. És kaptunk 2 aranyat, meg egy fincsi rúnát. Bár ahogy láttam, a vége felé egyetlen karakternek tucatnyi kell. Ez nem volt egyszerű mutatvány, mit ne mondjak. Oh. Sok-sok kill után gyógyulunk. Az mondjuk hasznos. Az nagyon hasznos. Vagy nem is olyan sok kill után, nem tudom mennyi. Na, mondjuk azt beégetni, az fincsi lenne. Nem. Lassító. Nagyobb sebzés. Mind a kettő jó lenne. De a lassító a legegyszerűbb és legtisztább. Mérgező. Gyorsabb támadás. Több HP, és mérgezzük azt, aki megüt engem. Inkább előre mérgezzünk. Az picit hasznosabbnak tűnik. Na hát, meglátjuk. Ez jó vajdagnak tűnik, főleg így, hogy egyből 2 specit tudtunk felszedni. Ohoho! Okay.
Fröccs. Na hát, ez a mérgezés, ez így elég fincsi lesz. Aha. Ez fogalmam sincs mi. Food luck up, health up. Na. Még egy életerő, az nagyon-nagyon fincsi. Aha. 11 arany. Na. Ha nem bénázok valahol. Egy randomot. Akkor ez bizony nagyon jó lesz. No, és rengeteg kaját itt hagyunk, mert nem tudok vele mit kezdeni. Jó lenne, ha valamilyen formában lehetne tárolni őket. De hát ez van. Irány a könyvtár. Nem volna, hogy el tudom kerülni a találatot, de belefért a killér. Ráadásul az aprólékokon tudtunk gyakorolni, ami mondjuk igen fincsi.
Haha. Hú, nagyon jó menet. Kérdés, hogy megkockáztatom, hogy elvesztem. De... Oké. Megkockáztattam, meghaltam, mert... Mi volt ez? Tehát... Semmi esélyem dodge-ra. Jó, hát ezt a részét nem szeretem. Megkockáztattam egy ellenfelet, oké, én voltam az eszelős, de hát na, baze. Mi volt ez? Mi volt ez? Ez. Jó, hát akkor a zöld izé az a nevetség tartományában játszik. Hogy békén hagyjuk. Így lehet egy nagyon jó menetet bebukni. Teljesen fölöslegesen. Ez jó lett volna az előbb. Mondjuk ez most is még jó lesz. Reméltem, hogy ki lehet belőle rúgni egy pushit, nem mint a kéne, de vicces lett volna. Arany, hát az nem annyira jó, abból nem lesz egy második cucc. Mondjuk legalább a 15 runát bevisszük. Meglátjuk, hogy ez a torony ez mennyire hasznos. Hasznosnak tűnik. Nagyon hasznosnak. Bár felteszem. Thank you.
Ki az igazi? Rakéta tüzérség az kezd aktiválódni. Brutálisan erős is. Kicsit lassúcska a töltés, de hát ez van. Itt van valahol egy kalantyú, amit nem használtunk. Valóban. Hát, tatátam. Szemos jön a könyvtár. Az 1 HP, az ellen nincs mentség.
Azt a betyár mindenit. Ho-ho-ho-ho. Ezt csúnyán befutottunk a lyukra. Adj még egy randomot mérne. Igazából, ha akarunk futni, akkor érdemes egy randommal nyitni, az mindig hasznos. Ez mindig annyira vicces, hogy a nyílpuskás a gyors, a íjász a lassú. Nem szuper szerencsés volt. Oké, na ez az a... Amiért azt mondom, hogy ez egy, nem egy nagy program ez a képesség. Több kárt okozott bennem, mint a tök üres pozícióba. Amik elég messzire el lehet dobni, nem azt mondom. De nem elég messzire. Nem rossz, de ha nem muszáj, akkor kihagynám. Na, mindjárt jobban állunk aranyag terén. De a lényeget nem értük el a
Ennél 8 az ideális. De ennél picit több kellett volna. Se baj. Runákat leadjuk. 3, 1, 3. Gyógyuljunk. Lassacskán a gyógyító itallal. Lehetett volna komolyabb probléma is. Oké, és itt előleg van egy kalantyú. Az mondjuk tetszik, hogy a kalantyút lehet aktiválni csak úgy. És akkor nem kell innunk. Az mondjuk hasznos. Ó, és már is a könyvtárban vagyunk. Azt már nem is gondoltam volna, hogy ennyire gyors lesz. Ebbe csúnyán belefutott. Na, kérdés, hogy itt lesz egy kaja. Mondván ez is egy szint vég, nem? Ennyire azért nem fincsi. Bírta egy darabig, nyavaja.
Oké. Csak sikerült eltalálni. Hát azt az arany... Oh yeah! De olyan egyszerű összeszedni ezeket az aranyokat így. Nagyszerű. Oké, és az hol érem én el?
No, itt még van egy. Aha, nem. Valószínűleg pont azzal elbírnék páncélos szörnyeteggel, de... De mi van, ha nem? Célzó szem. Két ér kapunk egyet. 14 lenne a következő. Újabb HP. Nagyobb sebzés, nagyobb hátralökés. Több HP. Mondjuk vehettünk volna valamit. Ezt nem tagadom. Hát így is úgy is a nagy szoba. Semmilyen alternatíva nincs. Kell trükközni. Eddig sima liba. Nem. Ho-ho-ho-ho-ho-ho! Hát ezt fölöslegesen nehezítettem meg itt a dolgomat. És buktam el egy csomó HP-t. Elvileg most jön a boss, a nehéz boss, az előző rettenet boss. Okay.
nem is értem, hogy hogy kellene nekem itt csinálni. Most ez így... Jó. Hát ez nem volt szimpik. Nem. Hiszem egyelőre ennyi elég ebből. Jó, hát a másodikra egyértelműen szuper hasznosabb a másik. Nagyságrendekkel hasznosabb. Health és attack speed. Attack speed. És tárgyak, vagy arany. Health. Sokat, attack speed és... Több életerő vagy több sebzés? Hát majd 72 bogyókánál. Na és 18-ba kerül majd a tárred. Hát van mit gyűjtögetni, mit ne mondjak. De azt kell mondanom, hogy összességében a gyorsabb karakter az hasznosabb. Majd kell neki ez a tárred. Az az igazi. Azt tartok. De a kaja legalább közös. No, folytatjuk innen legközelebb.